reggeliben mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. No, hát 15 éve nincs már köztünk Sütő András. Ugye kéne ismerni az ő nevét, és természetes volt, hogy aranyköpést a munkásság előtti tisztelgésül tőle választunk ma reggel. Így hangzik. Mindenki annyit ér, ahányan elmennek a temetésére. Ez ironikus. Nem tudom. Remélem. Nem tudom. Van, aki külön, figyelj, egy csomó... Őt ismerve nem tudom. Egy csomó híres ember direkt szűk körben igyekszik ezeket a szomorú eseményeket lebonyolítani, akkor érted? Ezért nem tudom. Meg igazából az ő gondolkodásában sok minden benne volt, meglepő számomra meglepő dolgokat is komolyan gondolt, úgyhogy nem tudom. Minden esetre azt nem tudhatta, hogy a mindenki annyit ér kezdetű mondat az máshogy folytatódva, hát másképp lesz szállóige majd Magyarországon, úgyhogy ez még egy korábbi mondás természetesen Sütő Andrástól. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.